Fordulatot hozott az elmúlt néhány óra a két nappal ezelőtti párizsi rendőrgyilkosság ügyében. A karibi származású iszlám hitre áttért támadó 4 rendőrt ölt meg, és a francia sajtó, illetve a politikusok azt hangoztatták a támadás után, hogy sima gyilkosság történt, nem pedig iszlamista merénylet. Csak hogy a legfrissebb hírek szerint a nyomozás ennek az ellenkezőjét látszik igazolni. Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mikortól kellene egy ilyen terrortámadásnak tekinteni? Hát én nem akarom a francia belügyminiszter fölülbírálni. Szakmai szempontok alapján első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, hogy nagy valószínűséggel terrorcselekmény történt. De ennek van néhány olyan hátulütője, amiről senki nem beszél. Egy. A szokásos terrorcselekményt most nem egy közel-keleti észak-afrikai, hanem egy közép-amerikai hajtja végre. 2. Ő áttért kb. 2 évvel ezelőtt az iszlám hitre, és annak egy fanatikuságát képviselte. 3. Ettől kezdve az iszlám állam céljai következnek be, a francia nem fog bízni annyira sem, mint eddig egy muzulmánba. A muzulmán pedig azt fogja mondani, hogy itt élő muzulmánok 1-2% terrorista, és engem ezzel azonosítanak. Tehát máshogy fogalmazva, a társadalom szétválása tovább megy, és a bizalmatlanság, ami a muzulmánok és keresztények között van, az nagyobb lesz. Triestben is volt egy rendőrgyilkosság, lát katalizátort a párizsi esetben, vagy véletlennek tulajdonítja be az időbeli közelséget? A válasz az, hogy nyilvánvalóan kapcsolat van, de nem közvetlen. Nyilvánvaló, hogy attól kezdve, hogy Olaszország megnyitja a határait, attól kezdve, hogy jönnek be tömegével a menekültek. Ezeket lehetetlen kontrollálni, nem lehet tudni, hogy ki az. Döntő részük papír nélkül jön, döntő részük egyedülálló férfi, ez vonza magával a bűncselekményeket. Hogy ez a bűncselekmény most történt és Triestbe, ennek nyilván van véletlen oka is, de hogy bekövetkezett a szörnyű, ön előbb a szakmát kérdezte. Elnézést kérek, ha én kiviszek WC-re, és ráadásul két rendőr egy bűnözőt, akkor vicc az, hogy a bűnöző elveszi tőlem a fegyvert, és engem agyonlő. Tehát itt olyan szakmai tévedések történtek, amire csodálatos dolog, hogy mind a két rendőrt meggyászoljuk, hogy egy napig gyásznap lesz Triestbe, de a valóságban a rendőrök a megfelelő képesítést nem kapták meg. Panaszkodnak a szakszervezetek egyébként arra, hogy nem megfelelő, az ilyen esetekre nem megfelelő a felszereltségük, de most akkor jön innentől kezdve az, hogy a járőrök is golyóálló mellében sétálnak. Nem, csak de... az, hogy megfelelő kiképzés kapjon arra, hogy ha ellene támadás történik, el tudja hárítani. Elnézést. Svédországban az utóbbi időben rendőr... Hát azért feltételezni az ember, hogy a rendőr megfelelő kiképzést kap arra az esetre, ha csak nem az, aki elkíséri a bűnözőt a rendőrségi kihallgatásnál, vagy bírósági kihallgatásnál WC-re. Tehát máshogy fogalmazva, ezek nyilván fiatal rendőrök voltak, láttam a képeiket, nem voltak erre a helyzetre fölkészülve. Az egy más kérdés, hogyha valaki egy robogót lop, ami egy piti bűncselekmény, akkor megérje neki két rendőrt agyonlőni, ezzel ugyanis a saját sorsát is megpecsételte, de ez egy másik kérdés. Ugorjunk egy témát. Vannak olyan helyzetben a törökök, hogy majd, hogy nem bármit kérhetnek, teljesíti az EU? Szörnyű dolgot mondok, igen. Egy. A magyar miniszterelnök többször elmondta, hogy az Európai Uniónak képesnek kellene saját lenni, saját határait védeni, nem tudja. 2. Az Európai Unió tengeri határa 11 ezer kilométer, a szárazföldi határa 45 ezer, nem tudja védeni. 3. Egyszer mondjuk ki, hogy hogy kerül sor erre a megállapodásra. Merkel megnyitotta a határokat. Merkel abból indult ki, hogy a menekültek, 2015-ről van szó, felét át fogja venni. Ausztria felét ő. A menekültek közül ezrelékben nem mérhető, aki hajlandó lett volna Ausztriában maradni. 3. 2015 előtt, 3 évvel volt egy európai csúcs találkozó, ahol az volt az elv, hogy a dublini megállapodás alapján vegyük át a migránsokat. Merkelik vétózták meg. Ez egy hihetetlen érdekes. 2015-ben Merkel kullog az események után, és a Wolfgang Schäuble, a parlament mostani elnöke mondja azt, hogy egyeznek ki Erdogánnal, de ez szörnyű nehéz. Erdogán gyűlöli Merkelt, Merkel lenézi Erdogánt. Erdogán az utcán nőtt föl, Merkel tudományos karriert csinált, Merkel tud oroszul valamennyit angolul, Erdogán semmilyen nyelvet nem tud. Amikor elmegy megalázva Merkel, hogy Erdogán fogadja, és kössék meg azt a megállapodást, amelyet felemás módon hajtottak végre, Merkel az Európai Unió nevében megy, anélkül, hogy bárkivel tárgyaltak volna, nem engedik, hogy találkozzon az ellenzékiekkel, nem engedik azt, hogy a német zászlót kitegyék, ettől kezdve Merkel mindig visz magával egy pici német zászlót, a Törökországba megy, és a Schäuble mondja azt, hogy ki kell egyezni Erdogánnal. Most a törököknek kiváló a pozíciója,
Mert ha megnézem, akkor az a megállapodás, hogy a görögöktől visszaveszek embereket. Görögöknél van jelenleg 50 ezer migráns. Ezek kevesebb, mint 1%-a ment vissza Törökországba. Tehát megint egy olyan megállapodásról beszélek, ami papíron létezik, a valóságban nem. Következő. Amikor Merkel azt mondta, hogy Európa vegye át a migránsokat Németországtól, Nagy-Británia hajlandó volt átvenni, ha jól emlékszem, 400-at, Dánia 50-et, Franciaország 1000-et. Tehát a migránsok 99,9%-a maradt idézőjelben Merkelék nyakán. Jelenleg ugyanez a helyzet. A 16 német tartomány miniszterelnöke, ebben van CDU, CSU, SPD, Zöld, tiltakozott, hogy Németország megtelt. Merkelt nem érdekelte. 44 parlamenti képviselő tiltakozott Merkelnél, hogy nem bírnak több migránst fölvenni, Merkel nem is válaszolt. Tehát kullog az események után, és ennek a következményei ma még beláthatatlanok. Érdekes, hogy amikor az Európai Unió és Törökország viszonyáról kérdezem, akkor mindig Németországhoz kanyarodunk. Tudom, hogy kedvelt szakterülete Németország. Nem, ő képviselte Európát, mert ő volt a vezető, ma már nem ő. Óhatatlanul lesz akkor ennek német belpolitikai következménye. Van. Egy, létrejött a AfD, Merkel ellen. Kettő. Ha megnézem az akkori tüntetések jelszavát, a következő volt a jelszó. Merkel Szibériába, Putyin Berlinbe. Ezek szörnyű jelszavak. Következő. Kialakult Merkel-el szembe egy széles társadalmi vita. Először az NSZK történetében alakult ki egy ilyen vita a meglévő kancellárral szembe. A következő. Az egész német pártstruktúra átváltozott, megváltozott. Rendkívüli mértékben legyengült a CDU, elnézést a CSU és az SPD, följöttek a zöldek, és följött az AfD. A jelenlegi nagy kérdés az, hogy egy, marad-e Merkel még 2 évet, nem lehet megmondani. Kettő, milyen kormány lesz utána. A zöldek már készülnek arra, hogy ők adják a kancellárt. Ez rendkívül érdekes kérdés, és erre egy fő próba az lesz most, hogy Ausztriában Kurskivel fog összefogni. Még egy megjegyzés. Kiváló volt a viszony az osztrák kancellár és a német kancellár közt, Merkel Feynman. De a külügyminiszter Kurz első perctől azt mondta, hogy le kell zárni a határokat, és mint külügyminiszter, vagy mint kancellár szembe mert menni Merkellel. Volt a héten olyan szakértő stúdió vendége, aki azt sugallta, mondta, hogy a németek Ausztrián akarják ledemózni, hogy milyen az, amikor beveszik a zöldeket a kormányba. A válaszom az, hogy igaza volt, egy picit máshogy. A Kurz bukásába óriási szerepet játszott Merkel. Ezt senki nem meri kimondani, ugyanis a Strache videót a német sajtó tette közé. Na most én hiszek a véletlennek be egy pontig, ez már nem volt véletlen. A Strache belebukott, minden politikai tisztségéről lemondott, visszavonult. A Kurz is nem mondott. A kérdés az volt, Kurz képes lesz-e győzni, képes volt, és most jön az, amit ön mond, hogy kivel fog össze. Az egyik lehetőség a zöldek, ebbe a percben megnézik azt, hogy ez milyen példa lenne Németország számára. Kettő, a másik lehetőség, hogy összefog más pártokkal, esetleg a Szabadságpárttal. De látni kell azt, hogy az osztrák válságban Németország vezető szerepet játszott, mert Merkel nem tűrt el, hogy Kurz minden létező európai fórumon szembe menjen vele. Akárki is alakít majd kormányt, akárkivel, bármelyik országban, szembesülni fognak azzal a kérdéssel, hogy sok esetben nem tudják, hogy kik mentek be az országba, mint ahogy Seehofer felhívta erre a figyelmet. A válaszom az, hogy megint igaza van önnek. A Seehofer pár évvel ezelőtt követelte a határ lezárását. Azt mondta, hogy nem azért csináltam Merkelből kancellárt, ha kell, akkor én buktatom meg. Jelenleg Seehofer meggyengült, leváltották a CSU éléről, leváltották Bajorország éléről. Egy rendkívül gyenge belügyminiszter, aki elment tárgyalni most Törökországba és Görögországba. Egy megjegyzés. Az előző német védelmi miniszter von der Leyen elment a törökökkel, görögökkel tárgyalni. Meg tudott állapodni, ami csoda. A török miniszter megadta a titkos mobilszámát, a görög is, de a török és görög védelmi miniszter egymásnak a mobilszámukat nem adták meg. Ez a vicc kategória. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Én köszönöm a meghívást.